10 millió forinttal nőtt idén a Magyar Röplabda Szövetség MOB támogatása. A Sportági 2014-ben 87 millióhoz jut a többlet pénzből a válogatottak szakmai stábját erősítik meg, ami logikus, hiszen a női csapat előtt felfénylik a sikeres EB kvalifikáció lehetősége a sporták hosszútávú fejlesztési programja 2020-ig 2,1-ről 4,2 milliárd forintra lobbizódott föl. A perspektívákról beszélgetünk a tavaly áprilisban megválasztott új elnökkel, Pór Csavával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szemez. jó reggelt a nézőknek! Csaba, ugye amikor megválasztottak, akkor elkészítettétek a hosszútávú stratégiát. 2020-ig hova kell eljutni? Több szintje van, vagy több szintre bontható ez a kérdés két problémája van a magyar röplabdázásnak, az egyik a mennyiség, a másik a minőségi kérdés. Nincs elég játékos, így van. és a kevés játékos meg nem ér jó eredményt. Így van. Ezt a problémát Kine fogjuk... Szép nyerni. Így van. Ezt a két problémát kell nagyon pontosan menedzselni. Úgyhogy ennek következtében uh, már az a tevékenység, hogy 4,2 milliárdra emelkedett a központi sportfinanszírozási összegünk 2,1 milliárdról, ez annak köszönhető, hogy le tudtunk tenni a látványos és valós alapokon nyúló elképzeléseket, amik garantálják, hogy tényleg meg tud emelkedni a mennyisége a röplabdázóknak. És Mi volt elősz? ennek Bocsás, és... meg a legfőbb eleme, ami meggyőzte a döntéshozókat arról, hogy egy ilyen óriási összegnél is megduplázzák? Tehát, hogy érdemes. Én azt odanér. gondolom az egész anyag úgy unblock komplexen, hiszen nyilván nem lehet kiemelni egy olyan projektet, ugye a Röplabba projektfinanszírozású, ami azt mondták, hogy na ez a projekt miatt az egészet ö, ö, odaadják. Nem az egész átgondoltsága, megalapozottsága volt az. Az edzői képzéstől a az egészen az, a legkisebbektől a, a, nemzeti válogatottig átgondoltuk az egész magyar röplabdázásnak a működését, és ennek köszönhetően mondták azt, hogy ez a pénz, ez jó helyre kerül, ez egy közpénz, tehát nekünk is nagyon óvatosan kell ebben a kérdésben is körültekintően eljárnunk. Nézzük számokban az ígéretet, ma hányan röplabdáznak, hányan fognak röplabdázni 2020-ban? A terv az az, hogy igazolt játékosokból közel 18-20 ezer legyen. Ez egy nagyon nagy vállalás, ezt a vállalást nem mi tettük, ez az új elnökségnek egy öröklött vállalása. Ez egy nagyon nagy szám, mi akkor azt gondoltuk, hogy ez egy picit lehetetlen, de ezzel meg fogunk tudni birkózni. Ma olyan 8000 igazolt játékos van a rendszerűben. 8 18-ra 18 növelni. Így van, ez egy nagyon nagy szám. És természetesen ugyanekkor eredményt is kell elérni, tehát az pontosan látszik, hogy, hogy ugye ma a, a világbajnok is rejtezőkön elért női eredmények, illetve a férfi válogatott eredményei azért predestinálnak bennünket arra, hogy bizakodjunk a közeledő EB kvalifikáció kapcsán, különösen a hölgyek tekintetében. Mi megszaptunk, tehát megfordult ez a rendszer is, hogy eddig az elnökség mindig széttárt állt a szövetségi kapitányok előtt, a válogatott előtt, hogy hát valamit el kéne érni. Uh -huh. Ma meghatároztuk pontosan mind a két válogatott, sőt mind a hat válogatott számára, hogy mi az, amit el kell érnie. Úgyhogy a nőknél azt mondtuk, hogy 2015-ben... a mi az? 2015-ben a 2015-ben be kell jutni az LB16-ba. Tehát ott kell lenni az Európa bajnokságon a hölgyeknél. Ugyanígy 17 ben és 19 ben Ez az elsődleges, és legfontosabb kérdés, hogy egyre jobb eredményt kell elérni. Férfiaknál pedig azt határoztuk meg, hogy 2015-ben egy nagyon jó lb selejtezőt kell vívniuk. Ha nem jutnak még ki az LB-re, az nem akkora probléma, de 2017-ben ott kell nekik is lenniük. Ez a cél, és azért mi mindent meg fogunk tenni. A szövetség helyzete, nagyon erősen stabilizálódott. Korábban volt egy igen komoly adósságunk, ma azt olyan minimálisra, tizedére tudtuk leszorítani, hogy meg tudjuk azt oldani, hogy nem ígérgetni kell egy-egy válogatott játékosnak, <coughs> bocsánat, hogy jöjjön haza, hanem már például tegnap előtt volt egy szakmai kollégiumi élés Kaposváron, ahol Demeter Gyulival, a férfi válogatott szövetségi kapitányával beszélgettem, a legnagyobb nevek fognak tudni hazajönni. És meg tudjuk azt oldani, hogy biztosítjuk azokat a feltételeket, amiket ők szeretnének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a férfi, mind a női válogatottunk 2020-ig EB-t fog játszani, legalább ott lesz a legjobb 16 között. Úgyhogy ez a terv. Meddig tart a bizalom, és mekkora a bizalom a jelenlegi kapitányokkal szemben? Én azt gondolom, hogy végig kell gondolni, nyilván a szakmai kollégiumnak egy nagyon fontos szerepe van ebben a kérdésben, hogy értékelje az eddig elért eredményeket, végignézze, ők fognak javaslatot tenni nyilván a szövetségi kapitányok kérdésében. Ha a lányoknál mégsem sikerülne az ebé szereplés, az, az már most nagy csalódás lenne? Én azt gondolom, hogy igen, mert ezek a, a, a lányok ők erre képesek, sőt, én azt gondolom, hogy ennél sokkal többre is képesek. E, nyilván nekünk kell nagyon keményen a feltételeket oda tenni, és megcsinálni ezeket a, az edzőtáborokat, biztosítani azokat a feltételeket. Nagyban segít az a MOB támogatás, amit most kaptunk, és ezúttal is szeretném megköszönni a MOB-nak, illetve a sportág nevében a mobnak nak azt a támogatást, amivel a szakmai programunkat segíti. Összesen 10 millió forinttal kaptunk többet, 3 millió forintot tudunk adni majd az utánpótlás nevelő egyesületeinknek, és 4,6 millió forintot fogunk tudni kifejezetten szakmai feladatok ellátására fordítani. Ez a többlet mert igen, azt így van. Mert azt mondtátok, hogy, hogy a válogató szakmai stábjának megerősítésére fordítjátok a pénznek jó részét. Ez mit jelent? Ez több embert jelent a válogatott körül a szakmai stábba, vagy pedig a most dolgozók nagyobb anyagi megbecsülése? Nem, ez több embert is jelent. Tehát a hát. helyzet az az, hogy nagyon sok poszt hiányzik, vagy hiányzott az eddigiekből. Most csak egy példát mondok. Volt bár dietetikusunk például a válogatott mellett, és nagyon komoly eredményeket is írt el, de ez nem volt állandó. Például egy ilyet állandósítani szeretnénk, fizikoterapeutát, meg szeretnénk fizetni azt a stábot, statisztikust, rendes gyúrót, stb. stb. pszichológust, aki a csapat mellett tud dolgozni. Nagyon jól látszódott szerintem a VB selejtezőn, amikor a franciák ellen játszottunk, hogy a pszichológiai felkészültségünk az egy kicsit elmarad a más csapatokétől, ezt meg tudjuk erősíteni, illetve nyilván a fizikai felkészültség az, ami még picit hiányzik még, erre fogjuk helyezni a hangsúlyt a következőekben. Tehát ezt majd a szövetségi kapitányok Találják. Na most ami e, nagyon fontos nyilván, ahhoz, hogy ez a program e, sikeres legyen, az, hogy a bázisok, tehát a klubok, az egyesületek, azok is megerősödjenek, és ez természetesen nyilván nem, gondolom, én nem megy csak úgy, hogy állami támogatásból, igaz? A nagy a... Rész de, nagy rész de a helyzet az az, hogy a klubok ugye elméletileg, mint minden sportákban önállóan kellene, hogy működjenek. Ma a röplabdázás sajnos egy olyan helyzetben van, hogy a klubjaink nem biztos, hogy azon a szinten tudnának működni önerőből, eh, ahol mondjuk adott esetben ez elvárt lenne, mi ezért segítünk nekik. Azt mondtuk, az új elnökség, amikor megalakult április 30-án, hogy a klubok a középpontban vannak. A ligákkal együtt, a két liga vezetővel, Kásorbival és Vatai Gabival közösen az elnökség kidolgozta azt a rendszert, vannak annak lehetőségét, hogy 40%-kal csökkentsük egyébként azokat a nevezési díjakat, amiket a klubokat sújtották és utána pedig átalakítottuk azt a rendszert, ami az állami támogatás érkező részét jelenti, hogy ezt úgy tudjuk nekik továbbadni, hogy jelen esetben a fejlesztésre úgy tudják fordítani, hogy ezért a működés is finanszírozhassák belőle, így tudtak életben maradni a klubok. Meddig kell szerinted ezeket a klubokat, a, legalábbis a, a program szerint ilyen módon valamennyire lélegeztetőgépen tartani? Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy 2020-ig szól ugye a központi sportfinanszírozási program, ez a 4,2 milliárd forint. Nagyságrendileg a 40%-át ezt a kluboknak fogjuk adni. Tehát a 4,2 milliárdnak a 40% az a kluboknak megy. Nyilván nekik úgy megy, nekik is le kell adni programokat, fejlesztési terveket, projekteket, amiket a szövetség támogat. Tehát ez nem úgy működik, hogy odaadjuk, és akkor csináljatok, amit szeretnétek. Meg kell mondani, hogy pontosan mit, és egy nagyon szigorú elszámoltatási ellenőrzési rendszer van mögé téve, Így az garantált, hogy minden egyes adóforint amit erre fordítunk, az tényleg az utánpótlásra, a klubokra fordítodik, és ők fejlődnek belőle. Mit gondolsz mindeközben, mondjuk idén, jövőre, a következő két-három évben, éves szinten, mennyi piaci, tehát szponzorpénzt lehet bevonni a röplabdába? Nagyon abban nincsen könnyű helyzetben más Igen. labdajátékokkal szemben, tudjuk a taóból való kimaradást is, na szóval ennek fényében. A, a tau való kimaradás az nem biztos, hogy hátrány, de nem biztos, hogy előny, ez ma még nem egy exaktan eldönthető kérdés. Idővel még lehet, hogy nem is lesz hátrány? Id idővel igaz? még lehet, hogy nem is lesz hátrány, de a lényeg az az, hogy nem csak a röplabda szenved kvázi attól hogy szponzorpénzt nagyon nehéz behúzni, hanem a teljes magyar sportág. Nagyon nehéz ebben a kérdésben bármit is mondani, nyilván mi mindent megteszünk és igyekszünk behozni külső szponzort, külső finanszírozót. Jelenleg olyan szponzorokkal büszkélkedhetünk, akik abban segítenek bennünket, hogy feladataink ellátása az magas minőségű legyen. Autóink ha vannak, most már vannak sportruházati támogatóink, akik abban segítenek például, hogy a nemzeti válogatottat ne kelljen olyan helyzetbe hozni, hogy az odafele úton kelljen valahol fölvenni a mezeket. Ezek biztosítottak. Lehet-e a röplabdában az utánpótlást, a játékos toborzást egyetemekre, főiskolákra alapozni? Uh, lehet, én azt gondolom, hogy aki már eljut odáig, hogy főiskolán uh, röplabdázik, nem ott kell, hogy találkozzon vele először. A gimnáziumban. Uh, hanem, hát vagy még lejjebb, a esetben például óvodában. Uh, van egy röpsöli programunk jelenleg, ami általános iskolákban fut, ez azt jelenti, hogy mi száz tanárral, több mint száz tanárral kötöttünk szerződést, egy 40 ezer forint idézőjelben jelképes összegért, ezért kapott 10 labdát, 40 ezer forintot, de részt kell vennie képzéseken, és csapatokat kell toborozni, akikkel versenyen kell részt venni. Ez 4 ezer diákot érint egyébként ebben az időszakban. Ezt szeretnénk sokkal eredményesebben, sokkal több pénzből megcsinálni. Jelenleg 30 millió fordi, forintot fordíthatunk erre. A következő tervezési időszakban, ami 2014. július 1 indul, sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnénk erre fektetni. Azt mondnak, hogy beváltotta -e a junior válogatottak bajnoki szereplése a reményeket? Ha megnézzük ugye most például a Mevzatornát, ami legutóbb volt december 27 és 30 között, ugye a két ünnep között, akkor elég sok problémával küzdött a, mind a férfi, mind a női junior válogatottunk, betegséggel, elmaradással, sérüléssel, ugye negyedikek lettek, negyediket, ötödik helyen végeztek, azt gondolom, hogy ennél ők is sokkal többre képesek. Nem átnellénk a szerencsében a kérdésben, azt azért hozzá kell tenni, de nyilvánvalóan például össze kell szoknia még ennek a junior válogatottnak nagyon erősen. Vannak azért kilógások, villongások, amiket nyilván a szövetségi kapitánynak kell majd kezelnie, de én bízom a szövetségi kapitányokban, és látom bennük azt az erőt, hogy ők ezt meg tudják tenni. Hosszú még az út hogy ők egy nagyon komoly eredményt el tudjanak érni, de a csapatban benne van. Akkor az a, az a, metódus, hogy a junior válogatottak a bajnokságban a szerepelnek, az nálatok hosszabb távon is meg fog maradni. Én azt gondolom, hogy igen, hiszen ugye nekik versenyzési lehetőséget, játszási lehetőséget mindenképpen biztosítani kell, sőt adni kell, és nekik ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megmérettessék magukat az adott helyen, mérkőzéseken. Férfiaknál az jó, hogy ebbe a közép-európai ligába játszik a két legjobb? Meg a a Közép-Európai Liga az jó-e? Én azt gondolom mindenképp, hát ez nemzetközi tapasztalat. tehát nagyon fontos az, hogy a klubjaink azok szerezzék a tapasztalatokat, tudjanak perspektívát nyújtani, nyújtani a, a játékosoknak. Ez egy olyan fontos kérdés, hogy ma nagyon nehéz megtartani Magyarországon egy játékost. Ez növeli az ő játékos vonzó és játékos megtartó képességét is. Azt mondnak, hogy mennyivel nehezebb szerinted a röplabda újraépítésének feladata a férfi szakákban, mint a nőknek? Um, hát klasszisokkal. Klasszisokkal? <laughs> Igen. A tau sportágak miatt nagyon sok olyan problémával küzdünk, ugye csak egy egyszerű, exakt példa lefordítva szülő nyelvére. Ha egy tau sportágba kell elvinni a gyermeket sportolni, az klasszisokkal, nagyságrendekkel kerül kevesebben egy családi kasszának, mint hogyha egy olyan sportágba vinni, ahol mondjuk nem taus finanszírozás működik. Értem ez alatt az edzésre járást, az edzés felszerelést, a, a, a tagdíjakat, stb. Úgyhogy Drágább röplabdáztatni a gyereket, mint kézire Hát tulajdonképpen igen, de én azt gondolom, hogy teljesen más a két sportág, tehát hogy ha csak pénzügyileg kellene különbséget tenni, akkor nagy hátrány lenne. A férfi tekintetében elviszi nyilvánvalóan a, a, a kézilabda, a fotbal, a kosárlabda a fiúk jelentős részét, és ami nagyon fontos, hogy tehát itt a, a mennyiségi probléma már is felmerül, hogy nehéz mennyiséget produkálni minőségben meg az a gond, hogy férfiak tekintetében az európai mezőny sokkal de sokkal erősebb, mint a női. Úgyhogy nem azt mondom, hogy a férfi válogatottunk rosszabb, mint a női, mert teljesítményében közel azonosak, de őket sokkal nehezebb pályán versenyeznek. Uh -huh. Ahol sokkal erősebbek a futók így néz ez most ki, és ezért tűnik úgy a két relációban, hogy a férfiak egy kicsit hátré vannak, nem szakmailag egyébként ők is ugyan a hasonló, úgymond polcon vannak, mint a nők, csak egy nehezebb pályán versenyeznek. Van-e értelme, akár középtávon azon spekulálnok, hogy kosárlabdához vagy jégkorokhoz hasonlóan a mi röplabda csapatainkat is akár valamilyen regionális bajnokságban versenyeztetni. Tehát nem nemzetközi kupában, hanem valamilyen regionális bajnokság felé elindulni. Természetesen van, a mevzatornák például az tipikusan erről szólnak, hogy, hogy próbáljuk a, a csapatainkat ebben a közép-kelet-európai európai, közép -európai zónában versenyeztetni, Alapvetően a, a kaposvár és a kecskemétők már elindultak, illetve a Gödöllő, és a, a másik női csapatunk a vasas, ők elindultak ebbe Igen. az irányba. Úgyhogy ők mindenképpen is ők, mi támogatjuk is ezeket a törekvéseket, hiszen amellett, hogy ők kiemelt egyesületeink és ö, ö, nagyobb összegű támogatást kaptak a nemzetközi szereplésre ők külön kaptak két és fél millió forintot egyesületenként, tehát összesen 10 millió forintot hogy a nemzetközi tornákon vegyenek részt, szerezzenek tapasztalatokat. Ez jó az edzőnek, jó a játékosoknak, rutint szereznek, látnak egy picit nemzetközi mérkőzéseket, és ezt tudják hasonlítani magukat másokkal. No hát a tervek ambíciózusak, és eléggé világosan átláthatóan elmondtad, hogy mit szeretnétek elérni, sok sikert hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük még egyszer. Köszönöm.